Március 26-án elvégezték az első koronavírus teszteket a Hargita megye tanácsa által működtetett Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban, azt követően, hogy az intézménynél elkezdte működését a molekuláris biológia laboratórium. A kórház bérli a vizsgálathoz szükséges gépet. A vizsgálatot a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem munkatársai végzik. A teszteket a kórház vásárolta meg. Az első vizsgálatokat azoknak készítették, akiket koronavírus fertőzés gyanújával utaltak be a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház fertőző betegségeket kezelő osztályára. Jelen pillanatban a teszteknek a validálása zajlik. Mielőtt a tesztek eredményeit közöljük a minisztériummal, azelőtt még egyelőre egy másik laboratóriummal is le kell ellenőriztessük ezeket a teszteket. Ahogy sok más minden ebben a kórházban, ennek a laboratóriumnak a létrejötte is a jól bejáratott együttműködés eredménye. Szapiencia, megyei tanács, kórház. Az intézmények közötti együttműködés fontosságát Hargita megye tanácsának elnöke Borboly Csaba is méltatta, Bíró Barna Botont alelnökkel közös délutáni videó bejelentkezésében. Borboly Csaba ugyanakkor felhívással fordult a lakosság felé a tesztek beszerzése kapcsán. Nem kell várni ezután a tünet gyanús esetekben akár 7 napot vagy 10 napot is, valaki a karanténban vagy akár a kórházban, tehát akár a vesztegzárban, akár a kórházban aggódva, gondol arra, hogy vajon vele mi is van, vajon elkapta vagy nem kapta. Ebben az esetben, itt most helyben az a jó néhány tesztünk, ami még hátra van, azokat el tudjuk végezni. Felhívásra is fordulnék egyúttal önökhöz. Ezeknek a teszteknek a beszerzése külföldről történik, egy nehéz procedúra. Bárki, akinek van ismerőse, más kórházak, más országból lévő orvosi kapcsolatokon keresztül szívesen fogadjuk. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház molekuláris biológia laboratóriumában először napi 40 tesztet lehet elvégezni. A tesztelési eljárás jelenleg érvényesítés alatt van. Ha ez a folyamat megfelelőképpen zárul, beindulhat a tesztelés azok számára, akiknél felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, és akiket ezért utalnak be a Csíkszeredai kórházba.